Gréci Zsolt a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! De Cseszták Miklós mindig azt mondta korábban is, amikor bármi fejlesztési pénzekkel kapcsolatos felvetés volt az ő vállalkozásait illetően, hogy mindent a törvényeknek megfelelően, annak szellemében cselekedett. Egyébként törvény nem tiltja azt, hogy ügyvédként saját cégének is a mit tudom én milyen papírjait ellenjegyezze. Dehogy nem, az etikai vétség az ügyvédi szabályzat szerint, és azt gondolom, hogy az, amit csinál, az minden elemében törvénytelen és tisztességtelen. Tehát ez a legfrissebb történet, ami előkerült, hogy három vállalkozása kapott egyenként 10-10 millió forintot az új Széchenyi tervtől, tehát uniós forrásból. Itt nyitok egy zárójelet, és nem tudom, Cseszták úr, akkor hogy harcol az Európai Unió ellen, és a csúnya, gonosz európai értékek ellen, miközben az uniós forrásokból a saját autószalonjára. Lehet azt az unió pénzén is harcolni az unió ellen. Igen, ez nagyon tisztességes és nagyon korrekt. Hát olyan fideszes, bocsánat, KDNP-s, mert hogy KDNP-s politikus, bár ilyen nevű párt azért nem nagyon létezik Magyarországon, mert akkor egyszer elindulna talán önállóan egy választáson. De itt bezárnám ezt a zárójelet, szóval Cseszták úr megkapja ezt a 30 millió forintot, majd egy Szabolcs-Szatmár megyei a kormányhoz köthető ilyen fejlesztési alapítványtól kap még 30 milliót, és ebből a 60-ból a saját autószalonját kezdi el fejlesztgetni, ahol egyébként Fidesz iroda is működik. Tehát ez valami egészen elképesztő, amit ez az ember művel. Mindez azok után derül ki, hogy néhány hónappal ezelőtt az látott napvilágot, hogy ez az úr Kisvárdán 700 céget hozott létre, többségét egy bizonyos lakásban, egy bizonyos házban, ukránokkal, és ezek a cégek úgy mentek tönkre közben, hogy még adót is elfelejtettek fizetni. Hát keleti nyitás. És azért aztán nem fizetünk adót, értem. Kis- és középvállalkozások támogatása, sok ember kis helyen is elfér. Hát igen. Istenem, 700-an úgy gondolták, hogy az a lakást tök jó lesz üzlethelyiségnek, és ott alapították meg a cégüket. Hát ezek elég megfoghatatlan dolgok. Mármint, hogy tehát, mibe köt bele? Nem tudjuk megkeresni, vagy meg hát lehet keresni a 700 vállalkozót, hogy vajon milyen sugallat alapján hát jutottak mind nyilván, a 700-an arra, hogy ez jó lesz. Hát az nyilvánvalóan nem tisztességes, hogy 700 céget alapítanak egy bizonyos házban, ezek elfelejtenek adót fizetni, úgy mennek tönkre, hogy adóhátralékot hagynak. Aztán ugye ezt a többi adófizető valahogyan ki kell, hogy egyenlítse. Volt ilyen török vendégmunkás is. Igen, és ahhoz Fidesznek volt köze. Tehát a szálak összeérnek. Szóval amikor Orbán Viktor munkaalapú társadalomról beszél, akkor látjuk, hogy ők ezt értik munka alatt. Stikli minden mennyiségben, és Cseszták úr ennek az új fideszes világnak valami eszményképévé válik. Tehát egy korrupt ember, akit a Fidesz lejtőernyőztet az Orbán rezsimbe, meleg inkább belül legyen, mint kívül. Ez mert... egy korrupt ember, ezért szerintem Cseszták Miklós önt be fogja perelni. Cseszták Miklós jogászemberként szerintem pontosan tudta, hogy most akkor megalapítom ezt a céget, utána az autószalonom, mit tudom én, kicsodájának a kicsodája visszabérli, vagy bérli az én autószalonomba ezt a irodát, meg nem lehet fejlesztési nem lehet fejlesztési miniszter az az ember, aki igen? uniós forrásokból részesül. Tehát ő magától bérelt üzlethelyiségeket, vagy kitől? Hát vagy? Uniós forrásokat kap arra az az ember, aki később fejlesztési miniszter lesz. Később. Hát amikor bérelte saját magától, ha ez így volt az üzlethelyiséget, még nem tudta, hogy egyszer csak megkérik, hogy legyen már fejlesztési miniszter. Akkor értem. Még nem is volt sejtése. Igen, és ezért aztán a Fidesz iroda is valahogyan abba az ingatlanba költözik. Hát mint a 700 ukrán, hát ők is ott érezték. Igen, és csupa olyan céget hozok létre, amelyik elfelejt adót is fizetni. Hát azért ez nehezen állna meg. De egyébként ez a része, hogy csupa olyan cégről van szó, amely cégek nem fizettek adót, ez is egy abszolút látható, kimutatható? Tehát hát tudjuk? Ez megjelent a sajtóban, hogy itt súlyos adótartozásokkal tűntek el cégek, és hát ez is nyilvánvaló, hogy most képzeljünk el egy hasonló helyzetet, mondjuk egy korábbi kormány idején előkerül egy miniszter, akihez ilyen történetek vannak, hát a Fidesz szóvivői szaftosabbnál szaftosabb jelzőkkel küldené el, Polt Péter már rabláncon vitetné el az illető minisztert, kormányválság alakulna ki, a pártok, amelyek azt a kormányt alkotják, már egymásnak ugrottak volna. Itt meg a legnagyobb csendben és nyugalomban Cseszták Miklós, mint aki jól végezte dolgát, működik tovább. Ha kiad egy közleményt, hogy mindent a törvényeknek megfelelően csinált, aztán ausz. Igen, hát ezt sokan mondták egy darabig, aztán utána egyszer az országnak elege lett
ebből a nagyon törvényes és nagyon tisztességes világból. Az országnak elege ezek... van ebből? Ha elege lenne az országnak, akkor április 9-én ez kimutatta volna, nem hogy elege volt, van. Nem volt szabad és nem volt tisztességes választás Magyarországon. Egy szabad és demokratikus választáson nem biztos, hogy ez az eredmény született volna. Egyébként pedig azt gondolom, hogy nagyon sokan érezték... Önök is szerezhettek volna 40%-nál több támogatást. Tudom, persze, és a tunéziaiak is, meg más afrikai államok, ahol aztán megtörtént a puccs, ott is nyilván azt gondolta a miniszterelnök, vagy az éppen uralkodó ember Líbiában például, hogy itt tulajdonképpen minden rendben van, minden választást én nyerek, tehát akkor az emberek velem értenek egyet, csak aztán a mélyben olyan társadalmi folyamatok zajlanak, ami oda vezet, mint az előző vendég sorsa, hogy egyszer csak azt látja, hogy meg kell szólalni a diktatúra ellen, és valamit cselekednie kell. Várjuk az újabb közleményt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm a lehetőséget. Én Sesztek Miklóst várom, hogy jöjjön el az adásba, egyszer úgy is eljön. Én itt vagyok minden este. Köszönöm szépen.